Sziasztok! Dikó vagyok, üdvözöllek titeket a csatornámon! Ma kivételesen első alkalommal egy magyar nyelvű teljes testes edzéssel készültem nektek, és csupán gumiszaladot fogunk használni. Mindenki igény szerint mérje fel, hogy egy erősebb vagy egy könnyebbet fog használni. Én az alsó testes gyakorlatokhoz az erősebbet, a felső testhez pedig a könnyebbet fogom használni. Összesen 15 feladatból álló gyakorlatsorozattal készültem, és ezt kétszer fogjuk megismételni. A gyakorlatokat 40 másodpercig fogjuk csinálni, és mindegyiket 20 másodperces pihenőidő követ. Ne felejtjétek, hogy nyugodtan hosszabbítsátok meg a szünetet, hogyha szükségetek van rá, és tartsatok ivószünetet. Mielőtt elkezditek, nyugodtan csekkoljátok le az előző videómat, ahol különféle dinamikus nyújtásról adok ötleteket, úgyhogy jó bemelegítést és jó edzést! Oké, szóval! Első feladathoz fölvesszük a szalagot fél fölé. Jó. És első feladatunkra guggolást fogunk csinálni. Kettőt megyünk jobbra, kettőt megyünk balra, én pedig indítom az órát. Jó. Mint említettem, 40 másodperc munka, 20 másodperc szünet. Na, mehetünk. Kettőt jobbra, kettőt balra, figyelünk a térdünkre, hogy nem megy túl a lábfejünkön. Amennyire csak tudunk, menjünk lefelé. Azaz. Víz legyen nálatok mellettetek, kelleni pont. Meg a matrac is a végére, vagy szőnyeg. Azaz. Jó! Készen is vagyok az első feladattal. Második feladat. Szintén guggolást fogunk csinálni. Középen, keskenyen, tehát válszélességű terpezbe. Guggolunk egyet középen, nyitunk nagyra, és ott is lemegyünk. Ismét közép, és másik oldal. Jó? Na, kezdhetünk. Lábfejek előre néznek. Kifújjuk a levegőt, amikor megyünk lefelé. Szív, kifúj. Kivétel, ha beszéltek, mint én, de inkább ne tegyétek. Azaz. Szép nagy terpet. Következő feladatunkhoz majd nyugodtan cseréljétek le a szalagot egy kicsit könnyebbre. Azaz. És meg is vagyunk! Jó! Tehát kicsit könnyebbet fogunk választani, ugyanis oldalsó lábban is fogunk csinálni, úgyhogy bokára kell tenni a szalagot. Jó! Maradunk így szembe, szépen egyenes testtartással. Oldalra emelgetjük. Először a jobb lábunkat. Bocsánat, nektek ez a bal. Más, utána pedig csere, jó? Szépen feszesen feszes a has, fenék, comb, azaz kihúzzuk magunkat szépen, és előrefele nézzünk, nem lefelé, jó? Megpróbálunk nem eldőlni semmilyen irányba. Ha ez így nehéz, nyugodtan kapaszkodjatok a falhoz, székhez, amihez szeretnétek. Jó, és pihenő! Oké. Okay. Ugyanez lesz másik oldalra. Azaz, nyugodtan lehet vizet inni közben. Csak kicsi kortyokat, hosszú még a nap. Kezdhetünk. Szépen, feszesen. Én már érzem. Csak kicsiket. Amennyire megy. Na! Oké! Okay. Ugyanezt a szalagot
egyenességű terpent, enyhébe hajlítjuk, egyenes a hátunk, előre tartjuk a karokat, és húzzuk a könyököt test mellett, jó? Mehet! Próbálj meg ne lefelé nézni, hanem egy picit előrébb. Jó, kb. 2 méterrel magunk elé. Amennyire csak tudjátok, húzzátok hátra a karotokat. Jó, a lapockát kellene érezni nagyon, hogy az mozog, bekapcsol. Gyerünk, gyerünk! Ez a pihi. Következő feladat ugyanez a szalag. Rálépjünk jobb lábbal, megfogjuk karra, enyhébe hajlítjuk a lábat, egymás előtt van a két láb. És most egy kar fogjuk húzni test mellett, jó? És indulunk. Jó erősen húzzuk meg. Mondok a lapocka, vár, kar. Egyben minden. Gyerünk, mindjárt meg vagyunk. Utána csere. Jó! Ugye ez a másik oldal. Fordulok közbe. Ugyanúgy rálépünk. Stabilan, biztosan. Oké? Okay. És 3, 2, 1. Mehet! Egyenes háttal vagyunk. Csak dőlünk. Nem hajolunk előre. Azaz. Na gyerünk még, húzzuk meg! Utolsó 5 másodperc. Na gyerünk! Oké, pihenő! Csuklóra jön vissza a szanasz, jó? Annyi lesz, hogy föl nem mozgatjuk, viszont húzzuk kifelé a szalagot, jó? Tehát távolítunk, úgy hozzuk föl, egészen fejfölé, és aztán úgy is visszük le. Oké? Mehet! Csak picike! Szintén hat comb felé feszes. Jól átmozgatjuk. Na gyerünk még egy kicsit. Utolsó. Jó! Maradunk is itt fönt, jó? Megfogjuk a szalagot. Fej fölött. Húzzuk le egyik kézzel magunk mellé a karunkat, aztán másik kézzel, jó? Ennyi lesz. Szorosan fogjuk meg, nyújtott a kar, és mehet. Hozzuk a könyököt le test mellé, bordákhoz, azaz. Különösen jók ezek a gyakorlatok, hogyha sokat ültök napközben. Na, következő feladatnál megyünk le a földre hanyatfekvésben. Ez az! Szuper! És közben hozhatjuk vissza a kicsit erősebb szalagunkat, amit a
az elején használtunk a lábunknál. Jó, itt is térd fölé tesszük. Hanyagfekvés. Ez az. Felemeljük a csípőnket, tehát csinálunk egy távolítást és vissza le. Mehet is. Jól feszítsük meg a fenéket. Összes farizom működik, és bekapcsoltuk már az elején. Utolsó, ez a következő feladatnál maradunk itt lent, viszont fölemeljük a csípőt, csak távolítást csinálunk, oké? Két térd megy, szét és vissza. Na, felkészülünk, és mehet! Jól feszítsük meg a farizmot. Gyerünk, kitartás! És pihi! Ez a tegyük le! Nagyon jó! Következő feladatnál bokára megy a szalag. Fölemeljük derékszögbe a lábakat, és hasprit fogunk csinálni úgy, hogy megérintjük a szalagot, amennyire tudjuk, jó? Nem baj, ha nem? Ez lesz a feladat. Indulunk! Minden prisnél kifúj a levegő. Feszítsük meg a szalagot, ne zárjuk össze a bokát. Ez az. Következőnél marad ugyanúgy bokán a szalag. Jó? Fordított hasrést fogunk csinálni, tehát hozzuk be a térdet, fölemeljük a csípőt, és nyújt a láb. Ha ez túl nehéz, akkor hagyjuk csak így behajtva. Feljött és le. Oké? Okay? És indulunk. Na gyerünk! Arra figyeljünk, hogy derék nem emelkedik fel a talajtól, amikor nyújtjuk a lábat. Ha nagyon nehéz, maradjunk csak itt, behajtott lábbal, oké? Mindjárt meg vagyunk, kitartás tényleg, tényleg. 3, 2, 1, ennyi, szuper! Na, utolsó előtti feladatunknál alkatámokba jövünk, ollózni fogunk, marad ugyanott a szalag a bokán. Nyit, zár, nyit, zár, ennyit fogunk csinálni, oké? Okay? 3, 2, 1, mehet! Jól húzzuk szét! Ha minden jól megy, nem csak a hasizmot értjük meg, hanem a belső combat is. Hú! Wow! De ezután már csak egy feladat van, hogy kitartás. Három, kettő, na még egy! Oké! Okay. Utolsó feladatnál jövünk plankbe. Oké? Okay.
tehát egyenes a kar, csuklóváll alatt közvetlen, tartjuk a blenket, oldalsó lépést fogunk csinálni, jobbra és balra. Mehet! Egyenes a háls, nem domborítunk, nem homorítunk, oké? Okay? Nem. Egyenesen tartjuk. Picsiket lépünk oldalra. Itt sem lóg a fej. Hasfelék feszes, comb szintén kar, minden. Ez az! Na! Készen is vagyunk az első körrel. Nagyon szupi. Van most egy pici pihi, úgyhogy nyugodtan lehet vizet inni. Azaz, közben nézem az órát. Jó. Ezt most itt feltekerem. Ez az. No, kezdjük előről a dolgokat, jó? Nyugodtan elkezdve egy picit kinyújtani. Azaz. Na és kezdhetünk is. Indítom az órát, ugye az első feladatunk a jobbra-balra lépés volt. Tehát. Guggolunk, mehetünk. Tudom, rövidke volt a pihenő. De hát dolgozni kell, ha eredmény feletén, ugyebár. Na gyerünk! Szép magyot lépjünk! Jó mélyen! Tudjátok a gyakorlatokat, úgyhogy nincs kifogás. 3, 2, 1. Jó! Szuper! Jön a szűk és a nagy terpen fugolás. Nagy szívesség és nagyon. Lábfejszélt előre néz. Mehetünk. Mindenki a saját tempójában. Mutatom oldalról. Azaz, na gyerünk! Látok! Könnyebb szalad, oldalsó lábemelés. Jó, mehet bokára. Kezdjük jobbra. Mehet. Szép piciket, feszesen, egyenesen állunk, jó? Oldalról.
érinteni a talajt, oké? Ne lépjük így le, csak érintjük. Na, utolsó 10 másodpercig, gyerünk! Három, kettő, egy. Woo! Remélem, ti is jöttek be, csak úgy, mint én. Oké, jöhet a lapocka. Megy csoporra a szalag, és a felbújtásra. Felkészülni? Wow! Ezt elraptam. Kezdhetjük. Csípőd magad alá, oké? Nem homorítunk.
én erre kell figyelni tudom. Ezután megyünk le hanyatfekvésbe, tudjátok? És utolsó, ez a! Jó, rendben! Oké! Na, jön egy kis fogsi gyakorlat. Hittartás, emelés és távolítás. Mehet. Jaj, elrakottam, bocsánat. Magyarázatra figyeltem, de arra kérdük csinálok, arra nem. Na gyerünk, húzd meg! Magasra feszít! És távolít! Remélem értitek! 3, 2, 1! Ez az! Na most jön a pulzálásunk, tudjátok! Felemeljük! Távolít! És felemel, mehet. Innen túlzállásra kifújjuk a levegőt. Feszíts meg a farizmot. Gyere vissza!
rendbe. Jönnek a pici kilépések. Oké. Na felkészülni. Mehet. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Hogyha igen, kérlek, lájkoljátok a videót, és írjátok le kommentben, melyik volt a kedvenc gyakorlatotok. Kövessetek Facebookon és Instagramon is, és ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornámra, és minden héten új videót láthattok tőlem. Nézzétek meg a többi videót is a csatornámon, rengeteg otthoni edzés videóval találkozhattok, saját testsúllyal, vagy minimális eszközszükséglettel. Látlak titeket jövő héten is, sziasztok!